Figyelj! Muszáj nekünk állandóan Shakespeare-t játszani. Nem a tűzéskedsz. Három évig jártam a színművészetére. Götz Attila és Takaró Kristóf játszik ebben a jelenetben a Pécsi Nemzeti Színház színpadán. A művészek különleges vendégek előtt adták elő a Primadonnák című darabot. A közönség soraiban hivatásos és önkéntes tűzoltók, illetve családjaik foglaltak helyet több mint 340-en. A zárt körű bemutatót ajándékba kapták a lánglovagok. Lehetőség, hogy eljöhetünk színházba, kicsit elérzékenyültem, hiszen mi ilyen komoly eseményeket, halált is beleértve, látunk minden nap, ebben már megedződtünk, már amennyire lehet. De szüksége van a kollégáimnak kikapcsolódásra, szükségük van szórakozásra. Mint ismert, több mint egy hónappal ezelőtt keletkezett hatalmas tűz a Mecseken. Mintegy 120 tűzoltó vett részt a katasztrófa megfékezésében, akik nem csak Pécsről, hanem Baranya megye egész területéről, sőt még a szomszédos megyékből is érkeztek. A színház igazgatóság számára pedig nem volt kérdés, hogy ezt valamilyen módon meg kell köszönniük. Természetesen lévén színház vagyunk, rögtön színházi előadástra gondoltam, azon belül is arra, hogy egy felhőtlen estéjük legyen ezeknek a kedves embereknek, akik ilyen professzionális módon végzik a munkájukat, és erre azt hiszem a legkiválóbb alkalom egy bohózat megtekintése, Ken Ludwig Primadonnák című bohózata. A darab egyébként a már említett Götz Attila és Takaró Kristóf által alakított Shakespeare színészekről szól, akik úgy próbálnak ügyeskedve pénzhez jutni, hogy nőknek adják ki magukat. A bohózat az egész évadban műsoron lesz, így van még lehetőség az előadás megtekintésére.